Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke együttműködési megállapodást írt alá Csongrád megye elnökével, valamint jégelhárító rendszer fenntartásáról szóló együttműködési szerződést is Bács-Kiskun megye elnökével. Megállapodtunk abban, hogy létrehozunk egy operatív munkatestületet, amelyik konkrét feladatokat fog megfogalmazni. Elhangzottak olyan új ötletek, amik azt gondolom, hogy reálisak és új tartalmat tudnak jelenteni, mint például a létező DKMT stratégiának a fölvizsgálása és modernizálása, a vasúti fejlesztések területén további együttműködés lehetősége, a határátkelők megnyitásának a kérdése. Azt gondolom, hogy fontos volna azt a vasútvonalat, amelyik Riekától Konstancáig terjedően ezeket a térségeket úgy érinteni, hogy Baja-Szabadka-Szeged vonalon lehetne egy igazán jó gyors vasutat építeni, és azt folytatni tovább Temesvár felé. A magyarországiak át szeretnék adni az európai integráció folyamatában szerzett tapasztalatokat is. A Vajdaság számára jobban lehetnénk nagy partner, nagy segítő partner, hogy a magyar 2014-20-as terveket átfordítanánk Vajdaság számára abban az értelemben, hogy tudjuk, hogy mit vár el Brüsszel egy ilyen európai fejlesztési tervtől, akár egy lokális tervtől. Az ülésen a homokhátság és az elsivatagosodás problémája is felmerült, amely mindkét országot sújtja, és az illetékesek szerint csakis regionális szinten kezelhető.